Minden nyári kánikulai szezon sláger terméke a légkondicionáló berendezés. Évek óta szűnni nem akaró vásárlási kedv övezi ezt a frissítő hűst hozó szerkezetet. Az eredete az 1840-es évekre nyúlik vissza, kezdetben egy jégkészítő masina volt, melyet egy orvos készített a rendelő hűtése céljából. Jó 50 évnek kellett azonban eltelnie ahhoz, hogy Willis Havilland Carrier, aki egy nyomdában dolgozott, ahol hő és a pára hatására elfolyt a festék, alkotott egy olyan berendezést, mely a levegő páratartalmát csökkentette, aminek csupán kellemes mellékterméke volt, hogy a levegő hűvösebb lett. Ma már annyira olcsóvá váltak ezek a berendezések, hogy otthoni felszerelésüket sokan megengedhetik maguknak. Azonban azt kevesen tudják, hogy a megvásárlásukra 2014 év végén hozott törvénymódosításnak köszönhetően nem olyan egyszerű már hozzájutni. Ha a vásárló saját részről magának szeretné megvenni, akkor vagy felveszi a kapcsolatot a klímaszerelővel, ő ad neki egy vonalkódos tanúsítványt, ami alapján mi ki tudjuk neki adni a klímát, vagy arra bízza a szerelőre, és akkor a szerelő vásárolja meg részére a klímát, és ő számlázza tovább. Ez a két módja van jelenleg. 2014-re nyúlik ez vissza, amikor egy ilyen európai uniós rendelet jött, mivel ezek a klímakészülékek üvegházhatású gázokkal, veszélyes ózonra veszélyes gázokkal vannak töltve, ezért egy rendelettel szabályozták ezeknek a forgalmazását, meg a nyomon követhetősége kell, hogy legyen, és ezt Magyarországon 2015-től a Klímavédelmi Hatóság ellenőrzi. Oda tartozik minden forgalmazó, importőrök és a szerelők is. És akkor innentől kezdve egy felügyelt rendszeren keresztül folyik a klímának és a benne lévő gáznak a nyomon követése. Onnantól kezdve bejön az országba a felszerelési. A klíma hivatalosabb nevén a légkondicionáló berendezés természetesen legelőször nagy mennyiségben az újdonságokra mindig nyitott Amerikai Egyesült Államokban terjedt el. Olyannyira, hogy a lakhatóság szempontjából átalakította az addig ismert térképet. Az emberek elkezdtek letelepedni a klímák hatására az addig élhetetlennek ítélt déli államokban is. Hűtötték az orvosi rendelőket, mozikat, színházakat és az éttermeket, gyakran túlságosan is, hisz az egészségügyi kockázatokról ebben az időben még nem rendelkeztek elégséges információval, így arról sem, hogy a készülékeket rendszeres időnként ki kell takarítani. Számos betegséget okozhat sajnos egy nem megfelelően karbantartott klímaberendezés. Most a nyár beköszöntével ugye nagyon sokan igénylik ezt, és ugye elérhető is már relatíve az, hogy klímaberendezéseket otthon, autóban, munkahelyen használjanak az emberek. Ennek megfelelően az ezzel kapcsolatos betegségeknek is úgymond a fellángolását tapasztalhatjuk. Két részre oszthatjuk a betegségeket. Az egyik részek azok a tipikus fertőzéses eredetűek gombák, vírusok, baktériumok által okozott kórokozók, a másik pedig a meghűlés és a maga a direkt fizikai hatás miatti hideghatású betegségek. A fertőzésekkel kapcsolatban egyik elterjedt a legionellózis, amelyet egy baktérium okoz, a kondenzvízben található baktériumról van szó. Maga egyébként ez az elnevezés is pont egy ezzel kapcsolatos megbetegésről volt, annak idén az USA-ba számoltak be róla. Volt egy légiósok találkozója, veterán találkozója Amerikában, egy konferencia szállodába, ahol rengeteg beteg megbetegedett, és kiderült, hogy a tetőn lévő klímaberendezésnek a hűtővizébe volt ez a kórokozó, ami egyébként normálisan előfordul, akár a hűtőszekrényünkben is megfordulhat, de állóvizekben, pocsolyákban, természetes vízfolyásokban is előfordul, akkor okoz betegséget, ha belélegezzük. És mivel hogy ugye a klímaberendezés a meglévő levegőt cirkuláltatja, ugyanakkor van olyan, ami párásítani is tud, és ehhez van egy víztartálya is, vagy akár a lecsapódó kondenzvízzel kapcsolatban is feláramolhat mondjuk egy betegség. Hogy a feláramlott vízmennyiségből is felnőhetnek ilyen kórokozók, ennek megfelelően, ha a tüdőbe kerül, akkor betegséget okozhat. Ez az egyik típusú betegség. Ez a modern klímákban már egyébként kiküszöbölhető a megfelelő karbantartással. Tipikusan olyan tünetei vannak, mint a láz, megfázás, izomfájdalom, gyengeség, hasmenés. Első körben influenza-szerű megbetegedésnek szoktuk egyébként gondolni. Ilyen egyébként a Pontiac lázis, ami egy hasonló kórokozó, egy hasonló megbetegedés, jóval enyhébb. Nálunk azért legionellózis elég ritkán szokott előfordulni. Ezek voltak a baktériumok, de ugyanúgy mondjuk vírus is előfordulhat. A vírusok egyébként nem szeretik a vizes párás környezetet, ennek megfelelően nem ezt az utat szokták általában választani.
hanem inkább a hideg levegő és a meghűlés a hőmérséklet különbözet miatt legyengült, vagy inkább hőmérséklet különbség miatti alkalmazkodás miatt szoktak megtelepedni egyszerű, banális, náthaszerű megbetegedést okozó kórokozók, kalcivírusok, akár norvalkvírusok, ezek a hagyományos vírusok, amelyek torokfájást, köhögést, izomfájdalmat, gyengeséget okoznak. Náthaszerű megbetegedés tipikusan klímás berendezésekben általában ezek szoktak lenni. Harmadik, és ritkább azok a gombás fertőzések, ugyanis a gomba ugye a meleg, nedves helyeket szereti, de ugye van abból is olyan, ami ugyan szereti a szélsőségesebb körülményeket is. Gyakorlatilag a nem megfelelően karbantartott klímaberendezésbe bármilyen kórokozó, bármilyen gomba meg tud telepedni, és akkor, amikor bekapcsoljuk a nem megfelelően kidisztított klímát, gyakorlatilag cirkuláltatjuk a levegőben ezeket a kórokozókat. Az, hogy most az orrunkra, vagy a garatunkra, vagy épp a tüdőnkbe fog jutni, ez csak attól függ, hogy milyen mélyre mennyi mennyiség megy be, és milyen tüneteket fog tudni okozni. Ezen kívül a fizikai hatás következtében is meg tudunk betegedni, amennyiben direkt a légáramlat útjában helyezkedünk el. Leginkább érintett ízületek a váll és a nyak. Heves ízületi és izomfájdalmakat okozhat, ha magunkra fújatjuk a hideg levegőt. Doktor úr már fentebb említette a gombás és vírusos megbetegedéseket a nem megfelelően karbantartott légkondicionálók esetében. Fontos az időszakos karbantartás, és nem minden esetben elegendő, ha csak magunknak takarítjuk ki a könnyen elérhető részeket, a berendezéset. Amennyiben hűtésre, fűtésre is használják, úgy egy évben kétszer hűtési és fűtési szezon előtt mindenképpen érdemes. Ha nem is minden évben, de ajánlatos ezt szakemberre bízni, mert nekik vannak ehhez a megfelelő vegyszereik és tudásuk, hogy ezt profin és ahogy az előírások megkövetelik, meg tudják csinálni. Sokan ilyenkor csak a szűrőt mossák ki, és a lamellákat fújják át klímatisztító. Ez mire elég? Hát ez hosszú távon kevés, rövid távon nyilván elég, de egy 5-10 éves klímát érdemes megnézni, amit csak ennyi karbantartást kapott, ott azért már csúnyán el lehet szennyeződve belül. Dr. Lente Péter háziorvos elmondása szerint praxisában még nem, de tanulmányai során találkozott legionellás megbetegedéssel. Szerencsére ma ez a megbetegedés nem gyakori. A nagy kánikulák idején egyre többen kapcsolják be a készülékeket éjszakára is, hogy így kerüljék el az álmatlan forgolódást. Az éjszakai légkondicionáló használatról megoszlanak a vélemények. Normálisan maximum 4-6 Celsius foknyi különbségnek kell lenni a kinti hőmérséklethez képest a légkondicionáló berendezésnek. Ennek megfelelően, hogyha értelemszerűen állítjuk be, megfelelően nem direkt magunkra állítva a klímát, akkor akár este ugyanúgy használhatjuk a klímaberendezést is. Feltétele ennek az, hogy ne legyen nagy hőmérsékleti különbség, és ne direkt a kiáramló levegő útjába álljunk. Feküdjünk, bocsánat, aludjunk. Körülbelül 6-7 éve történt hazánkban a klímaboom, melynek hatására egyre többen vásároltak ilyen készüléket otthonra. A piac törvénye szerint azonban ez egyszer véget ér, hisz a lakosság létszáma véges, így a termék iránti igény szintén. A tavalyi év, a 2016-os, az egy abszolút rekordév volt, akkor már időbe észbe kaptak az emberek, gyakorlatilag márciustól kezdve folyamatosan vitték, és ez júliusig, augusztusig megállás nélkül foly. Most az idei év egy kicsit már csendesebb, de előtte egy 2-3 év az erős volt, az biztos. Elnézve a globális felmelegedést, valószínű, hogy évről évre egyre többen ruháznak be, szerintem 3-4 éven belül már érezhetően vissza fog esni a klímaforgalmazás. Aki mostanában vásárolt légkondicionálót, megtapasztalhatott egy másik problémát is, mégpedig nevezetesen a szakember hiányt. Alig találni vállalkozót a beüzemelésre. Egy rosszul időzített vásárlás könnyen odáig fajulhat, hogy csak a nyári kánikula után tudjuk beüzemelni az eszközt. Jelenleg például 1-2 hetes határidővel vállalják a szerelést, ez napokon belül ez 2-3 hétre fog emelkedni, és lesz olyan is, akivel már nagyon szóba sem állnak ilyenkor. Összegezve, a klíma hasznos és jó dolog, ami erősen hozzájárul az emberek komfortérzetéhez a kánikulák idején, de mint oly sok más jó dolgot az életben, ezt is illik mértékkel használni.